Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket a Sárvári Televízió Hírek 7-kor című közéleti magazin műsorának március 2. kiadását látják. Az elmúlt napok eseményeinek összefoglalóival, programajánlóval és sporthírekkel jelentkezünk. Először nézzük képes tartalomjegyzékünket. Kertvárosi csapadékcsatorna. Kooperációs egyeztetést tartottak február 23-án az Ungvár és a Tüskési utcák találkozásánál a csapadékvízelvezető beruházással kapcsolatban. Várkerület. Elkészült a Várkerület utca önkormányzati hivatal és 13 város utca közötti szakaszának felújítása, napokon belül birtokba vehetik a közlekedők. Hulladékgyűjtés. Érdemes az elektronikai hulladék és használt gumiabroncs kidobásával a Sárvári Önkormányzat által meghirdetett tavaszi gyűjtési akciót megvárni. Fürdőszövetség. Elnökségi ülést tartott Sárváron a Magyar Fürdőszövetség, ahol napirendre került többek között az éves beszámoló és a vendégforgalmi adatok is. Tervek. A Nádasdy Kulturális Központ munkatársainak célja, hogy az év minden szakában és minden korosztály számára kínáljanak programot a várba érkezőknek. Zaher Gábor. A Sárvár Jövőjéért Civil Kerekasztal Egyesület meghívására február 27-én este dr. Zaher Gábor toxikológus tartott előadást a Zeneházában. Kézilabda. Magabiztos győzelmet aratott az NB2-es női kézilabda bajnokság alapszakaszának utolsó hazai mérkőzésén a Sárvár Fürdő Kinizsi. Karate Kupa. A 22. Sárvár Kupa megszervezésére készül a Sárvári Shotokan Karate Egyesület a Sárvár Arénában március 9-én. Jó ütemben halad a kertvárosi csapadékvízelvezető rendszer megújítása. A kertváros nyugati és délnyugati részeinek csapadékvizeit az Újmajori árok vezeti el, amely a befogadóba, a Gyöngyös műcsatornába torkollik. A befogadó előtt építenek egy zsilipet és szivattyú telepet, mely kiszámíthatóan és folyamatosan biztosítja az érkező vizek befogadóba jutását. Továbbá az Ungvár utca egy szakaszán és a Tüskési utcában készül egy vízgyűjtő árok. Kooperációs egyeztetést tartottak február 23-án az Ungvár és Tüskési utcák találkozásánál a kertváros nyugati részén a belterület védelmét szolgáló csapadékvizelvezető rendszer megújítását célzó beruházással kapcsolatban. Szabó Zoltán alpolgármester vezette a kooperációs egyeztetést, amelyen a kivitelező, az önkormányzati hivatal munkatársai és Klimics István önkormányzati képviselő vett részt. Ez az Élhető Sárvárért pályázati projekt utolsó, egyik legjelentősebb eleme, hát a kertvárosiak számára meg mindenképpen. Azért is örülök neki, mert a kertváros nyugati, délnyugati részének jelentős mennyiségű csapadékvizét ez a projekt, illetve ennek nyomán kialakuló új elvezetési rendszer fogja megoldani. És azért tartom nagyon lényegesnek, hiszen a kertváros földrajzi elhelyezkedéséből eredően nehéz volt a kis utcáknak a vízelvezetését megoldani. Most ezt úgy kell elképzelni, hogy ez egy óriási gerincvezeték lesz, ami az Ungvár utca környékére gyűjti a vizet, leviszi a zuhogóig, illetve itt az ipari park mögötti területről a vízműkerítésén keresztül viszi le az Újmajori árokig, és az Újmajori árokból pedig egy átemelő segítségével fog átkerülni a Gyöngyösbe. És akkor erre már megbízható módon rá lehet csatlakoztatni a kertvárosi utcákat. Egyébként a projekt része már két utca, a Székely, illetve a Csalóköz utca, ahol már ezt a véglegesnek szánt vízelvezetést meg tudjuk oldani. Szabó Zoltán alpolgármester tájékoztatása szerint a kertvárosi csapadékcsatorna projekt kivitelezése az ütemterv szerint halad. Látszik, hogy az ipari park mögötti területnél az árokrendszer kiépítése jól halad. Itt akadályt képezett a nyárfasor, ami sajnos áldozatul esett, de megtörtént a fák kivágása, tehát az Ungvár utca felőli árok rész is már kiépítésre kerülhet,
viszont ezzel párhuzamosan már a Gyöngyös műcsatornánál az átemelő előkészítése is, építésének előkészítése is már javába zajlik. A Vasvár megyei önkormányzat egy uniós pályázat keretében készítette el a kertváros nyugati részére vonatkozóan a csapadékvízelvezetési rendszer fejlesztésének kiviteli terveit. Ennek felhasználásával indult el a jelenlegi beruházás, és pályázati forrás esetén további utcákban is megoldódhat a kertvárosban a csapadékvízelvezetés problémája. A tervezés az már régóta megy, de most már van mire csatlakoztatni az onnan kifolyó csapadékvizet. Tehát ez az alfája, omegája a kertvárosi csapadékvízelvezetésnek, hogy ez a fővezeték elkészüljön. A Tüskési utcában épülő vízelvezető árok nem csak a kertvárosból, de az ipari park területéről is begyűjti a csapadékvizet. Kulcseleme nekik is, hiszen az Ikervári út túloldaláról, a Hajdani Lenovó területéről, illetve a Huke részről folyó víz is átkerül a Flex alatti vízgyűjtőkbe, és a Flex területén képződött csapadékvíz ezzel kiegészülve ugyancsak ebbe az árokba kerül, és annak is meg kellett oldani a vízi levezetését, hiszen annak sem értelme nem lett volna, hogyha a kertváros felé ez visszaduzzasztott volna, úgyhogy meg kell oldani, és ezzel a projekttel reményeink szerint ez is véglegesen megoldásra kerül. A szakemberek tájékoztatása szerint június végére várható a beruházás befejezése. Elkészült a Várkerület utca önkormányzati hivatal és 13 város utca közötti szakaszának felújítása. Napokon belül megtörténik a műszaki átadás, és birtokba vehetik a közlekedők az utcát. A belterületi közutak fejlesztése című Európai Uniós projekt keretében mintegy 270 méter hosszúságban épült újjá az útpálya a Várkerület utcában. A felújítást követően megmaradt a Nádasdy Ferenc utca és a 13 város utca közötti egyirányú forgalmi rendű útszakaszon a 12 parkolóhely is. A járdát a Kossuth tér és a Nádasdy utca közötti szakaszon térkőburkolattal újították fel. A Nádasdy Ferenc és a 13 város utca közötti szakasz új aszfaltburkolatot kapott. Megújultak az úttest és a járda között található térelemek, így a virágtartók és kerékpár támaszok. Új hulladékgyűjtők kerültek ki, továbbá a Nádasdy utcai útcsatlakozásnál két darab új kandellábert helyeztek ki. Kezdődik a háztartásokban a tavaszi nagytakarítás és lomtalanítás időszaka. Érdemes az elektronikai hulladék és használt gumiabroncs kidobásával a Sárvári Önkormányzat által meghirdetett tavaszi gyűjtési akciót megvárni és szervezettel leadni a régi hegyközségi hulladéklerakóban. Tavaly évvégén a Sárvári Önkormányzat lehetőséget biztosított a lakosságnak a hulladékká vált elektronikai háztartási eszközök, valamint a 3,5 tonna ösztömeget meg nem haladó gépjárművek használt gumiabroncsainak leadására. Nagyon sokan éltek a lehetőséggel, mintegy 22 tonna elektronikai hulladék és több ezer gumiabroncs gyűlt össze. Dr. Márti Vadar alpolgármester arról adott tájékoztatást, hogy az idei évben is lehetőséget biztosít a Sárvári Önkormányzat a lakosság számára az elektronikai hulladék és a gumiabroncs leadására. Próbáljuk meg a város zöld területeit megóvni és megőrizni, a hulladékot a megfelelő tárolókban elhelyezni. Ezt kívánta az önkormányzat évvégi gyűjtési akciójával elősegíteni, és az idén tavaszi hulladékgyűjtési akció is ezt a célt szolgálja, mondta dr. Márti Vadar. Az elektronikai hulladék leadására vasárnapot kivéve március 20-ától 28-áig és április 2-ától 6-áig lesz lehetőség 8 és 17 óra között. A gumiabroncs hulladék leadására vasárnapot kivéve az április 15 és 27-e közötti időszakban 8 és 17 óra között lesz mód. A gyűjtés helye a Sárvár hegyközség Vöröskavicsos utca végén található régi hulladéklerakó.
Elnökségi ülést tartott Sárváron a Magyar Fürdőszövetség. A február 26-án a Vitálmed Hotelben szervezett eseményen napirendre került többek között a Magyar Fürdőszövetség éves beszámolójának és az éves közgyűlésnek az előkészítése, a vendégforgalmi adatok ismertetése, több a működést szabályozó módosított törvény áttekintése és az idei szezonra való felkészülés. Sárváron a Vitálmed Hotelben tartotta meg februári ülését a Magyar Fürdőszövetség elnöksége. Az eseményen Kondora István polgármester köszöntötte az elnökségi tagokat, és röviden bemutatta Sárvár város turizmusát. Nagyon röviden bemutattam a kicsit az életünket, a város működését, hogyan dolgozunk mi. Néhány mondatban említettem az ipari parkkal kapcsolatos ismereteket, az új fejlesztésekről beszéltem, a fürdő adatait mondtam el, nyilván az igazgatóra ezt sokkal precízebben és pontosabban, vagy mondanám azt, hogy részletesebben el fogja mondani, de minden ilyen kapcsolat, amely országon belül, vagy netalántán a határ mentén külföld irányába is megvalósul, azt nagyon fontosnak tartom, mert abból lehet tanulni. Amit másoktól hallunk, talán ők is tanulnak mi tőlünk, amit meg tőlünk hallanak. A polgármester elmondta, hosszú távon fenntarthatónak látja a sárvári gyógyfürdő sikeres működtetését. De hamarosan tárgyaljuk a fürdő üzleti tervét, én már most tárgyaltam az igazgatósággal, hát van nagyon sok tervük, több száz millió forintos fejlesztést szeretnének saját erőből megvalósítani, amelyre a lehetőséget az elmúlt évnek a gazdasági eredményei adták meg. Én úgy látom, hogy ezt hosszú távon és stabilan tudjuk így működtetni. Az elnökségi ülést Kántás Zoltán, a Magyar Fürdőszövetség elnöke, a Sárvári Gyógyfürdő Kft. Ügyvezető igazgatója nyitotta meg. Több téma is napirendre került, elsőként a Magyar Fürdőszövetség éves beszámolójának és az éves közgyűlésnek az előkészítése. Talán az egyik legfontosabb kérdés az előttünk álló tavaszi közgyűlés, illetve azoknak a napirendeknek, illetve a témáknak a meghatározása, ami ott el fog hangzani, amellett, hogy nyilván törvényi kötelezettségből fakadóan az éves beszámolóját is meg kell tartani az egyesületnek. Emellett természetesen olyan kérdésekkel is foglalkozni fogunk, ami számunkra húsba vágó ügyeket érint. Gondolok itt arra a jogszabályi változásra, ami egy évek óta tartó, fogalmazzunk így, húzavona végére tesz pontot, azáltal, hogy a fürdők létesítésével és üzemeltetésével foglalkozó jogszabály több helyen változott, lényeges kérdésekben is változott, melyeket nyilván nekünk szakmai oldalról le kell tudni követni, és alkalmazkodnunk kell a jogszabályi elvárásokhoz. Ezen túlmenőleg érzékenyen érintett minket az a tény is, hogy a tavalyi év végén egy jogszabályi, illetve törvényi változásnak köszönhetően jelentős mértékben nőnek a víz és a szennyvízdíjakra vonatkozó költségeink, és miután ez egy meghatározó költségeleme a működésünknek, így megpróbáljuk azokat a válaszokat is megkeresni, amivel tudunk segíteni kollégáinknak abban, hogy mérsékelni tudják a költségeiket. Az elnökségi tagok áttekintették a 2023. évi vendégforgalmi adatokat, és napirendre tűzték az idei szezonra való felkészülést, megfogalmazták a várakozásokat. A legfontosabb tény az, amit ilyenkor mindig el szoktunk mondani, az, hogy a turizmus számára 2019-es év volt, fogalmazunk így, az aranyév. Azóta gyakorlatilag mind a Covid, mind az energiaválság és az azt követő háborús helyzetből fakadó inflációs szituáció gyakorlatilag teljes mértékben szembe ment a turizmus elvárásaival. Értelemszerűen ez a vendégszámban is megérződött. Egy 5-7%-os visszaesésről beszélhetünk éves szinten a vendégforgalomban, és persze a bevételeink azok nőttek, de a rárakódó többletköltségek miatt a jövedelmezőségünk nemhogy javult volna, de sajnálatosan tovább romlott.
úgyhogy már az idei évtől kezdődően azért egy javulásra számítunk. Legalább abban bízunk, hogy a 2022 évi forgalmi adatokat sikerül elérnünk, ami meg azért érdekes, hiszen a Covidot követően az volt az első olyan teljes év, amikor az emberek gyakorlatilag szabadon dönthettek arról, hogy hol és milyen módon kapcsolódnak ki. Kántás Zoltán elmondta, több szakbizottság segíti a Fürdőszövetség munkáját. Kiemelkedő jelentőséggel bír a szervezet marketing tevékenysége. Példaként említette a tavaly első alkalommal megrendezett országos vízipisztolycsatát és a már hagyománynak számító Strandok Éjszakája programot, amin keresztül egyedi módon próbálják bemutatni a magyar fürdőkultúrát és népszerűsíteni a hazai épített fürdőket. Az idei év első képviselőtestületi ülésén elfogadták a Nádasdy Kulturális Központ 2024. évi munkatervét, melyben törekedtek arra, hogy az év minden szakában és minden korosztály számára programot kínáljanak a várba érkezőknek. A részletekről Takács Zoltán Bálint igazgatót és Molnár Andrea programigazgatót kérdeztük. Az új év eleje a beszámolók és a tervezés ideje. Nincs ez másképp a Nádasdy Kulturális Központ esetében sem. A megszokott programok mellett új fellépőkkel, foglalkozásokkal, stílusokkal várnak minden kikapcsolódni vágyót a Nádasdy Kulturális Központ munkatársai. A programokról Molnár Andrea programigazgató számolt be. 2024 pedig egy igazán különleges év lesz. Alaposan felkészültünk, hiszen több komoly zenei koncertre, operára, operettgálára, színházi előadásra, musicalre lehet számítani itt a mögöttünk lévő nagy színpadon, ami önmagában is felújításra kerül, de ez még a meglepetések csomagának az egyik része. Ezen kívül újra lesznek klubkoncertek, úgy ahogy tavaly is, minden hónapban lesz egy-egy nap, amikor kifejezetten rock vagy popzenét hallhatnak az ide látogatók, meg lesznek a nagy fesztiválok is. Tehát én azt ajánlom, hogy mindenképpen figyeljék a sárvárvár.hu oldalunkat, illetve a közösségi médiát, főleg a Facebook oldalon, mert mindenről hírt adunk, és remélem, hogy mindenki talál magának megfelelő tetsző programot nálunk. Takács Zoltán Bálint, a Nádasdy Kulturális Központ intézményvezető történésze, a Nádasdy Ferenc Múzeum 2024. évi kiemelt kiállításában nyújtott betekintést. Tavaly került a múzeum gyűjteményébe Munkácsy Mihály két korai alkotása, egy kislány és egy kisfiú portréja. A gyerekeket ábrázoló festményeket 1866-ban festette a pályáját kezdő 22 éves művész. A Munkácsy képek bekerülése az mindenképpen arra ösztönöz minket, hogy a kiállításainkat egy kicsit megváltoztassuk, tehát a tervezett időszaki kiállításokat más formában fogjuk bemutatni, és nem csak arra gondolok, hogy esetleg virtuálisan, hanem egészen konkrétan katalógusok kiadásában, vagy jól forgatható az érdeklődő számára jól hasznosítható kötetek formájában, hiszen az időszaki kiállító tér most át fog alakulni, és ott fogjuk a bekerült két Munkácsy képet, Kövi Etelkának és Kövi Alfonznak a festményét, portréját bemutatni, és hát ez természetesen egy kiállítás is fog társulni. Ennek a nyitása terveink szerint május közepe, és utána pedig ez a rész, ez egy új állandó kiállításként fog szerepelni. Takács Zoltán Bálint arról is szólt, hogy a Nádasdy Ferenc munkatársai egy kiadvánnyal emlékeznek idén egykori igazgatójukra. Idén lenne 80 éves Söpte István, a Nádasdy Ferenc Múzeum egykori igazgatója. Én azt tervezem, hogy nem csak összegyűjtjük az ő megjelent cikkeit és kiadjuk, hanem ahhoz részletes kommentárt fogok én magam fűzni, hiszen azt látom, hogy ő egy fantasztikus
munkát végzett el az itt töltött évtizedei alatt, amelynek során nem csak tudományosan tette le mondjuk a névjegyét, hanem a múzeum életében is maradandó nyomot hagyott. Az a kiállítás politika, amit ő végrehajtott, azokat a kiállításokat, amelyeket ő rendezett a munkatársaival, de az ő elgondolásai alapján, az most én azt gondolom, hogy kellően nem értékelt, ennek meg kell adni az értékét, bizonyos vonatkozásokban egyre inkább meggyőződésem, hogy ez a magyar muzeológia színvonalát nemhogy megütötte, hanem bizonyos esetekben akár túl is szárnyalta, akár innováció területén. 2024. januárjában került bemutatásra Szejbert János Sárvár története 1848-ig című monográfiája. Ezt követően a Nádasdy Ferenc Múzeumba került Szejbert János hagyatéka. A hagyaték feldolgozásáról is szólt Takács Zoltán Bálint. A család a teljes iratagyatékát fölajánlotta a múzeumnak. Itt gondolni kell a képzésére, a levelezésére, és hát a megjelent munkáira is. Ezek bekerültek, ezek a feldolgozását bogatásnőm elkezdte, és hát majd ezeket természetesen át fogjuk nézni. A Nádasdy Kulturális Központ legközelebb a nőnapi hétvégén, március 10-én 17 órakor várja az érteklődőket Kautsky Armand és Udvarhelyi Boglárka előadó estjére a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermébe. Újabb érdekes és elismert személyiség érkezett városunkba a Sárvár jövőjéért civil kerekasztal egyesület meghívására. Február 27-én este dr. Zaher Gábor toxikológus tartott közel 2 órás előadást Mindennapi mérgeink címmel teljes teltház előtt a Zeneházában. Nagy érdeklődés övezte a Sárvári jövőjéért civil kerekasztal egyesület újabb előadását, melyet dr. Zaher Gábor toxikológus tartott a Zeneházában. A közönséget Szabó Zoltán alpolgármester köszöntötte, aki röviden bemutatta a doktor úr szakmai pályáját, valamint elmondta azt is, hogy régi és jó kapcsolat van köztük, hiszen annak idején szakdolgozati munkáját a doktor úr konzulensként segítette. Dr. Zaher Gábor viccesen nyilatkozta többször, hogy neki is vannak függőségei, az egyik a pipázás, a másik pedig a mogyorós csokoládé, ezért Szabó Zoltán egy tábla csokit és a Sárvári Jövőjéért Egyesület kitűzőjét nyújtotta át a szakembernek, megköszönve, hogy elfogadta az Egyesület felkérését. Dr. Zaher Gábor előadásában több témát is érintett, mely az emberiséget és a társadalmunkat egyaránt mérgezi. Hát ha valaki arra gondolt, hogy itt most mondjuk a mikroműanyagokról, meg az akkumulátorgyáról, környezetszennyezésről lesz szó, az abszolút téved, mert ezekről nem nagyon fog, megmondom őszintén, beszélni. Sokan inkább azokról a mérgeinkről szeretnék beszélni, amelyek itt körbevesznek bennünket. Értsd ez alatt akár a politikát, értsd ez alatt azt a világot, amiben tulajdonképpen benne vagyunk, a saját testünk, az egészségünk. A különböző kemikáliák és magatartás függőségük, amelyek szintén körbevesznek bennünket, ezek pontosan elég mérget okoznak ugye az ember számára. Hát nagyjából ezekről lesz szó. Mindig meg szokták kérdezni a szervezők, hogy a végén lehet-e kérdezni. Mondom, persze, hogy lehet, de szerintem senki nem fog itt kérdezni az ég egy adta világon, mert eléggé ledermedőknek kijönni az emberek, mert egy elég furcsa valóságképet fogok mutatni, de hát ha belegondol abba, hogy ez a világ, amiben most benne élünk, ez nem egy boldog világ. És most ne arra gondoljon, hogy otthon család, meg a barátok, hanem ha egy kicsit jobban körbenézünk, hogy hány olyan dolog van, amelyik itt az utóbbi időben nagyon-nagyon megkeserítette valójában az életünket. Gondoljunk csak a Covid-járványra, gondoljunk csak az inflációra, gondoljunk csak a szorongó fiatalokra, ugye, akik hát tulajdonképpen a jövőnket jelentenék, gondoljunk arra, hogy Magyarország lakosság száma fogyó tendenciát mutat, nem is kis százalékban. Gondoljunk a globális fölmelegedésre, ahol nem feltétlenül arról van szó, hogy na hát akkor el tudunk-e menni mondjuk egy csendes óceáni kis szigetre nyaralni, ami lehet, hogy mondjuk pár év múlva el fog tűnni, hanem itt sokkal-sokkal naturálisabb veszélyek vannak. Pontosan mondjuk az az X-betegség, amiről most a Davoszi Világgazdasági Fórumon is volt szó, ami azért X-betegség, még nem tudjuk, hogy mi az. De lehet, hogy valamikor réges-régen, több millió évvel ezelőtt mondjuk egy vírus befagyott mondjuk a jégbe. És most, hogy kiolvad, hogy a globális felmelegedés hatására, talál magának egy gazdaszervezetet, elkezd osztozni, és okoz egy olyan betegséget, amiről még azt se tudjuk, hogy ez micsoda. Eszi
melyik iszág milyen tüneteken járhat. És elképzelhető, hiszen az eddigi 5 nagy kiállási hullámból, ami a Földön volt, összesen 2-ről tudjuk, hogy mi okozta a meteorit becsapódás, a többi 3-ról nem tudjuk. És ugye az akkori élőlényeknek nagyjából a 98%-a kihalt. És lehet, hogy ez egy olyan X-betegség lesz, és persze nem akarok senkit riogatni, ahol nem 6,6 millió, hanem akár ennek a 100-szorosa, vagy akár 1000-szeres ember is belehalhat ebbe a dologba. Szóval nem egy boldog világot élünk, és ezeket a szorongásainkat, nem boldogságainkat, ezt azért kompenzáljuk, valamivel próbáljuk kompenzálni alkohollal, gyógyszerekkel, egyéb más tudatmódosító szerekkel, az online világgal, sorozatokkal, zabálással, és így tovább, és így tovább, és így tovább. Dr. Zahár Gábor televíziónknak elmondta azt is, az országban számos előadást tart ezekben a témákban, örömére szolgál, hogy mindig nagy érdeklődés övezi ezeket az alkalmakat. Emellett pedig a 60-i kórház orvosa klinikai toxikológiát oktat a Semmelweis Egyetemen, a Szegedi Tudományegyetemen és a Pécsi Tudományegyetem egészségügyi centrumában. 2002 óta igazságügyi szakértőként tevékenykedik, és idén lesz 42 éve, hogy az országos mentőszolgálatnál kivonuló mentőorvosként dolgozik, emellett pedig egyéb teendői is vannak. Szóval azért van rengeteg dolog. Aztán ott van a tankönyvírás, éppen ma kaptam egy e-mailt, ugye egy gyógyszertankönyvben a mérgezési fejezetnek a megírására, ami mondjuk egy olyan nyomtatott 120-130 oldal lesz, ha ezzel közben hónapjaimat idézőjelbe be fogja aranyozni, de valójában be fogja aranyozni, hiszen a toxikológia a másik nagy szerelmem. Úgyhogy azért elég sok felé ágazik az ember munkája, és dacár annak, hogy valamivel több mint egy év múlva elmennék nyugdíjba, megmondom őszintén, még nem tervezem. Aztán persze ott van még a futás, ami az életemnek egy nagyon-nagyon komoly része. Most hétvégén is voltunk versenyen, és hát gyakorlatilag márciusban és áprilisban is lesznek versenyek, és hát persze jóval-jóval ugye a szenér kategóriába indulok már, de azért azt kell, hogy mondjam, hogy még mindig egész jól bírom. Dr. Zahár Gábor sárvári előadását sokan a közösségi média oldalakon is dicsérték, megköszönték a szervezőknek, hogy városunkba hívták a szakembert. A Sárvári Jövőért Civil Kerekasztal Egyesület ebben az évben még jó pár hasonlóan ismert és elismert személyt szeretne elhívni a Polgári Esték sorozatban. Kedves nézőink, műsorunkat programajánlóval folytatjuk. A könyvtár minden korosztály számára érdekes programokat kínál márciusban. Csodálkozzunk rá a természet és az ember alkotta szépségekre, hangolódjunk velük együtt a tavaszra. Március 6-án a Zenei Klubban Paukovics László két érdekes Johannes Brahms művel ismerteti meg az érdeklődőket. A zeneszerző egyetlen hegedű versenyének és egy Haydn témára írt variáció dallamai csendülnek fel. Császár Erzsébet Gyöngyök világa című kiállításának megnyitójára március 7-én csütörtökön 17 órakor kerül sor, amelyet Bíró László, a sárvári kézműveskör vezetője ajánl a közönség figyelmébe. Orchideák címmel Kautsky Armand és Udvarhelyi Boglárka közös estjét tekinthetik meg az érdeklődők a Nádasdy Ferenc Múzeum dísztermében március 10-én 17 órától. A műsorban részletek hangzanak el a közkedvelt operettekből, valamint Ejzeman Mihály és Fényes Szabolcs slágereiből. Belépőjegyek március 8-án 12 óráig elővételben válthatók, de a helyszínen az előadás napján is vásárolhatók majd. Elindult az új családtámogatási program, a Csok Plusz. A családok egy rendkívül kedvező, legfeljebb 3%-os hitelt vehetnek igénybe, melynek összege akár 50 millió forint is lehet. A támogatást új lakás vásárlására, nagyobb otthonba költözésre és lakásbővítésre is lehet használni. Az önrész lakásbővítés vagy nagyobb otthonba költözés esetén 20%-os, míg első otthon vásárlása esetén csupán 10%-os. Fontos tudni, hogy két vagy több gyermek vállalása esetén jelentős összeggel csökken a hiteltartozás. A kormány azért dolgozik, hogy a mostani rendkívüli időszakban is minden segítséget megadjon a családoknak. Pretend to pray.
you know the preacher like to come home. He knows I'm gonna stay. California dreaming on such a winter's day. All the leaves are brown, and the sky is gray. And the sky is gray. I've been for a walk on a winter's day. California dreaming on such a winter's day. Such a Wednesday. Az Autó Baumgartner Kft. Várja a Renault és Dacia személygépkocsik iránt érdeklődőket. Az egységes Renault szabvány szerint megújult szalonunkban a legmodernebb technikai eszközök és felkészült értékesítési tanácsadók közreműködésével választhatja ki az ön számára leginkább megfelelő modellt. Amennyiben megtalálta álmai autóját, akkor helyben hitelügyintézéssel, biztosításkötéssel és minden új autóval kapcsolatos szolgáltatással állunk rendelkezésére. Szakértő kollégák segítségével minden modellünkhöz nagy választékban kínálunk tartozékokat, szezonális kiegészítőket. Szervizünkben a következő versenyképes szolgáltatásokkal várjuk. Renault és Dacia személy, valamint haszonjárművek garanciális és garancián túli javítása, időszakos karbantartása, gépjármű villamossági javítás, motordiagnosztika, karosszéria javítás, fényezés, kárfelvétel ügyintézés. Amíg ön a szervizben autójára várakozik, addig igényesen kialakított kávézónkban vendégül látjuk egy kávéra frissítőre. Magabiztos győzelmet aratott az NB2-es női kézilabda bajnokság alapszakaszának utolsó hazai mérkőzésén a Sárvárfürdő Kinizsi. A lányok így már biztosan a felsőházban folytathatják. A Győri Széchenyi Egyetem sportegyesülete volt a Sárvárfürdő Kinizsi vendége az NB2-es női kézilabda bajnokság legutóbbi fordulójában. A hazaiak játéka az első játék részben még akadozott, így a 20. percig nem tudtak komolyabb előnyre szert tenni. Ekkor azonban időt kért Skoda Bence edző, ezt követően pedig egy 6-0-ás sorozattal ellépett a Sárvár. A szünetre már megnyugtatónak mondható, 4 gólos előnnyel vonulhatott a Kinizsi. A második játékrész a Kinizsi számára már jutalomjáték volt, és sokat cserélve, végig vezetve, magabiztosan és nagy gólkülönbséggel nyerte meg a mérkőzést. Csonka László szakosztályvezető a mérkőzés után kérdezte Skoda Bence edzőt. Megszereztük a 2 pontot, viszonylag nagy arányú különbséggel a végére. Az eredményen elégedett vagyok, a mutatott játékkal már kevésbé. Az elején úgy tűnt, hogy jó kezd a csapat, aztán jött egy kis hullámvölgy. Igen, még nagyon az elején, de én attól függetlenül akkor is azt érzem, hogy kicsit bennmaradtunk az öltözőbe, talán az első fél időbe. Picit nem a mi sebességünkhez mérten kézilabdáztunk, aztán ott az időkérés után sikerült ezen változtatni, ott pár gólt közé is tudtunk tenni. Utána megint kicsit döcögött, de úgy gondolom, hogy a fél időbe sikerült rendezni a sorokat, és itt a második fél időben már egy acélosabb támadó játékkal hoztuk le ezt a félidőt.
Ő ugye ezt mondtad, mert ott a nézők között többen láttak több mérkőzést, és azt mondtuk, hogy volt a kupán a Siófok meccs, volt a Bükk meccs, volt a mai, és ez minden egyik szerencsére a második félidőben a mi javunkra billent a mérleg. Mi ennek az oka, hogy a második félidőben ilyen acélosabb tudunk lenni, vagy acélosabbak? Én úgy gondolom, hogy a lányok elhitték azt, hogy eredményesek tudnak lenni, tudnak egymásért harcolni, és ahogy te is mondtad, Bükön is úgy jöttünk ki a félidőből, hogy mindent megteszünk azért, hogy pontot vagy pontokat szerezzünk, ez ott sikerült. Úgy gondolom, hogy az a múlt heti ez egy nagy bravúr volt részünkről, mert ősszel itt egy elég súlyosnak mondható vereségbe szaladtunk bele, úgyhogy ahhoz képest én mindenképp pozitívnak értékelem a múlt héten látottakat. A mai az eredmény tekintetében játékban annyira nem, de örülök a két pontnak. A mai meccsen az is föltűnt, és ez megint csak pozitívum, hogy most elég bő a keret, és jól bele lehetett nyúlni, tehát jól forgatta a csapatot, nagyon sok volt a csere. Sok volt a csere, még nekem is az összes variációs lehetőséget végig kell zongorázzam, de tényleg most létszámban megvagyunk, tehát tudunk taktikailag mindent megvalósítani, tudunk módosítani, változtatni mérkőzés közben is. Ugye ez egy nagyon fontos mérkőzés volt a felső hátba jutás szempontjából, amihez a múlt heti egy pont lehet, hogy közelebb visz bennünket. Tehát most, igaz, hogy ezen a hétvégén még nem játszottak mérkőzést, tehát még fontos meccsek vannak előttünk, de hogy érzed ezt a múlt héten megszerzett egy pontot, illetve azt, hogy mi lesz a hátralevő időszakban? Sikerülhet ez a felsőház? Szeretnénk nem számolgatni és nem úgy foglalkozni ezzel, hogy most mi lesz elég, mi nem lesz elég. Nyilván alakulhatnak úgy az eredmények, hogy ez elég lesz, de mi az utolsó fordulóval is úgy készülünk, és ezt is kértem a lányoktól, hogy a két pontért megyünk és nyerni szeretnénk. Március 10-én a Celdömölk otthonában lép pályára a Sárvárfürdő Kinizsi MB2-es női kézilabda csapat az alapszakasz utolsó mérkőzésén. A tavasszal eddig két meccsen szerzett 3 ponttal, valamint a vetélytársak hétvégi mérkőzéseinek alakulása miatt már biztossá vált, hogy a Sárvár az utolsó alapszakaszbeli mérkőzés eredményétől függetlenül csoportja 3. helyén zárta az első etapot, és így biztosan a felsőházban folytathatja a rájátszást. A 22. Sárvár Kupa megszervezésére készül a Sárvári Shotokan Karate Egyesület a Sárvár Arénában március 9-én. Német Róbert edző, az egyesület elnöke adott tájékoztatást a rendezvényről. A Sárvári Shotokan Karate Egyesület tagjai péntek este szokásos edzésüket tartották a Sárvár Arénában lévő dozsóban. Annyiban mégis más volt, mint a korábbi edzések, hogy már készültek a március 9-i 22. Sárvár Kupa nyílt gyermek, ifjúsági, kadett, junior, felnőtt Ipponsóbu nemzetközi karate versenyre, amelynek a Sárvári Egyesület a szervezője a Sárvár Arénában. Minden évben mi megrendezzük ezt a Sárvár Kupa karate versenyt, de most már fölfejlődtünk annyira, hogy már nemzetközi lettünk, pontosabban leszünk. Meghívást kaptak a román, a cseh, a szlovén, illetve az osztrák klubok is. A szövetségek kapták a meghívót, tehát reméljük, hogy minél többen eljönnek. Ugye ez egy olyan kezdeményezés, hogy egy kicsit nyissunk és nyitódjunk. Egy az, hogy jobban megismerik Sárvárt, és a külföldiek, én azt gondolom, hazai karatékáknak is jó, hiszen tudnak gyakorolni külföldi versenyzőkkel, tehát azt gondolom, hogy minden oldalról ez egy fejlődést eredményez majd. Hát ugye az aréna az lehetőséget ad arra, hogy sok embert befogadjunk, úgyhogy mindenképpen úgy készülünk, hogy ez lesz. Ugye itt lesz a Magyar JK Karate Szövetségnek a színe java, ugye a válogatott részben, ez ugye általában így is szokott lenni, hiszen a miénk ez már a 22. verseny lesz, tehát már 22. éve. Mondhatnám azt, hogy már rutinból meg tudjuk oldani, de mivel mindig fejlődünk és mindig vannak új dolgok, azért ez nem így van, meg hát mindig próbáljuk ezt az egészet jobbá tenni. Ugye itt a sárvári karatékáknak is ez egy nagyon fontos állomás, hiszen a versenyszezonban ez az első igazán komoly versenyünk, úgyhogy innentől kezdve tudunk készülni a nagyobb versenyekre még. Úgyhogy ez megfelelő lehetőséget fog adni az utánpótlásnak is egyébként, hiszen vannak olyan kategóriák is, amiben a kisebb, sőt kezdő versenyzők, akik először lépnek majd tatamira, tudnak gyakorlatot szerezni, szokni a légkört, egyáltalán a milliót, úgyhogy a nagyobbaknak pedig ugye egy jó gyakorlási lehetőség, főleg a külföldiek miatt.
Németh Róbert edző elmondta még, hogy a 22. Sárvár kupán egyéni formagyakorlat, az úgynevezett kata és egyéni küzdelem, azaz kumite versenyszámokban mérik össze tudásukat a versenyzők, köztük a sárváriak is, akiknek szurkolhatunk is. Ugye ez egy egész napos verseny. Én azt gondolom, hogy érdemes kilátogatni, egy kis különlegesség is, ugye ez nem csak az, mint a filmekben, hanem itt azért tényleg bele lehet látni, és azért a szakavatott szerep, mert talán a nézők is észreveszik azt, hogy mennyi munka van e mögött, egy-egy mozdulat, egy-egy gyakorlat sor mögött, hiszen itt ugye nagyon hosszú évek gyakorlása van háttérben. Ugye ez egész nap fog zajlani ez a rendezvény, 10 órakor fog kezdődni, de 8 órakor már nyitjuk a kapukat, tehát akkor már lehet érkezni, 10-kor kezdődik a megnyitó, és utána folynak folyamatosan a versenyszámok. Hát körülbelül szerintem 5-6-7 óra, attól függ, hogy hány versenyző lesz. A sárvári karatékák számára a Sárvár kupával indul a versenyszezon, amelyben sűrű a versenynaptáruk. Iskola mellett csinálják, az emberek munka mellett csinálják. Egyre sűrűbb, mindig vannak olyan plusz események, amivel hasznosítjuk, de hát mi is tanulunk, tehát próbáljuk olyan eseményeket választani, most már vagyunk abban a helyzetben, hogy választunk, ami a megfelelő motivációt adja, a megfelelő felkészülési állomást adja, és így a nagy versenyekre, mint a Magyar Bajnokság, illetve a Diákolimpiák megfelelő felkészültséget szereznek. Nemrégen volt tagfelvétel is, ahogy itt elnézem a karatékákat, idősebbek, fiatalabbak, gyermekek is vannak köztük. Mi a népszerűségének a titka? Miért ajánlanák ezt a sportágat akár fiataloknak, akár idősebbeknek? Hát mindenképp az egészség, én azt gondolom. Tehát a mai világban én azt gondolom az egészségtudatosság, ugye sok felé hallani, ezt egyre jobban felismerjük azt, hogy változtatni kéne akár az életmódon, akár máshol. Ugye mi nekünk itt ez minden adott a karatéba, hiszen mezitláb vagyunk, gyakorlatilag egy lábmasszázs is mindig belefér, ami ugye az idegvégződések által a talpon keresztül egy jó talpmasszázs, ami segíti, ráadásul a mozgás, egy nagyon jó közösség van, ugye sikerélményeket ad. Egyébként nálunk semmi nem kötelező a versenyzés sem, de ha valaki nagyon szeretne, mindenre van lehetőség igazából. Edzőtáboraink vannak, alternatív programjaink, úgyhogy mindenképpen azt gondolom fontos, és nem mellesleg ugye megtanulja az ember megvédeni magát, és van még egy nagyon fontos része a mentális, a fegyelem, a figyelem és ilyen képességeknek a fejlesztése, amit a gyerekeknek is nagyon fontos, akár iskolába is tudnak hasznosítani, hogy tovább tud figyelni egy órán, nagyobb fegyelemmel rendelkezik, ezáltal ugye a tanárral is jobb a kommunikációja, úgyhogy mindenfajta részt. Ez egy olyan, nem is sportágnak hívom én, hiszen már lassan 40 éve karatézom, sőt idén 40 éve karatézom, úgyhogy én azt mondanám erre, hogy ez egy olyan életmód vagy harcművészet, ami mindenre kihatással van az emberi szervezetben. Minden érdeklődőt szeretettel várnak március 9-én a 22. Sárvár Kupa nemzetközi karateversenyre a Sárvár Arénába. Kedves nézőink, műsorunkat továbbra is sporthírekkel folytatjuk. Az NB1-es tekések kikaptak a Csákány Doroszlótól. A férfi NB1-es tekebajnokság 15. fordulójában a sárvári Kinizsi a Csákány Doroszlói T-et fogadta a Sárvár Arénában. A fordulót 7-1-re a Csákány Doroszló nyerte. A Teke NB2 nyugati csoportjában a 15. fordulóban a Fülöborozó és Zöldfa Italkert TS-e az Investment Közutasok Kaposvári TK2 csapatát fogadta. A fordulót a kaposváriak nyerték 5-3-ra. Győzelemmel kezdett a Sárvár FC, véget ért a téli szünet, folytatódtak a Vasvár megyei első osztályú labdarúgó bajnokság küzdelmei. A Sárvár FC február 24-én a Táplán Ese ellen kezdte meg a bajnokságot, és fölényes 11-1-es győzelmet ért el. Sinka András és Takács Péter 3, Fider Ádám 2, Kovács Bence, Szemes Bence és Németh Ádám pedig 1-1 góllal járult hozzá a győzelemhez. Műsorunk végén most következzenek legfontosabb híreink, röviden. Kertvárosi csapadékcsatorna. Kooperációs egyeztetést tartottak február 23-án az Ungvár és a Tüskési utcák találkozásánál a csapadékvízelvezető beruházással kapcsolatban. Várkerület. Elkészült a Várkerület utca önkormányzati hivatal és 13 város utca közötti szakaszának felújítása. Napokon belül birtokba vehetik a közlekedők. Hulladékgyűjtés. Érdemes az elektronikai hulladék és használt gumiabroncs kidobásával a Sárvári Önkormányzat által meghirdetett tavaszi gyűjtési akciót megvárni.
Fürdőszövetség. Elnökségi ülést tartott Sárváron a Magyar Fürdőszövetség, ahol napirendre került többek között az éves beszámoló és a vendégforgalmi adatok is. Tervek. A Nádasdy Kulturális Központ munkatársainak célja, hogy az év minden szakában és minden korosztály számára kínáljanak programot a várba érkezőknek. Zaher Gábor, a Sárvár jövőjéért civil kerekasztal egyesület meghívására február 27-én este dr. Zaher Gábor toxikológus tartott előadást a Zeneházában. Kézilabda. Magabiztos győzelmet aratott az NB2-es női kézilabda bajnokság alapszakaszának utolsó hazai mérkőzésén a Sárvár fürdő Kinizsi. Karate kupa. A 22. Sárvár kupa megszervezésére készül a Sárvári Shotokan Karate Egyesület a Sárvár arénában március 9-én. Kedves nézőink, Hírek 7-kor című közéleti magazinunk március 2. kiadását látták. Műsorainkat megnézhetik YouTube csatornánkon és Facebook oldalunkon is. Új közéleti magazinnal március 9-én jelentkezünk majd. A viszontlátásra!